Elrajtolt a lányok negyedik korcsoportjának a mezőnye a városi mezei futóversenyen, a Fehérkörös duzzasztójánál. Nekik 1200 métert kellett teljesíteniük. A tavaszi erőpróbán a legkisebbek 600, a végzős középiskolások pedig 1800, illetve 2400 métert futottak. Ezek már a befutó pillanatai, az időt ugyan nem mérték, de Baka Szilvia komoly előnnyel győzött. Ő rendszeresen atletizál, májusban a 10.000 méteres országos bajnokság egyik 3000-es versenyszámán készül indulni. Nem volt nehéz megnyerni, de azért jó tempót mentem szerintem, és élveztem a versenyt. Első helyezett lett Baka Szilvia. Baka Szilvia nyert tehát, Szegedi Szintia lett a második, Anderlik Andrea pedig a harmadik. A versenyen mind a 6 korcsoport lány és fiú legjobbjait is elismerték, de az olimpiákhoz hasonlóan itt is inkább a részvétel volt a fontos. Ez a mezei futóverseny a testnevelőknek is szakmailag nagyon jó, hiszen most pontosan tudják, hogy melyik tanulójuk, melyik milyen erőállapotban van, milyen képességet tudtak még eddig fejleszteni, hiszen a jövő héttől már kezdődnek a megyei atlétika versenyek, a városi atlétikai versenyek, ami természetesen feljutásos versenyrendszer, és ez nagyon fontos tudni nyilván egy testnevelőnek, hogy melyik gyerek milyen erőállapotban van. A tavaszi mezei futóverseny ugyan nem felmenő rendszerű, hiszen az országos megmérettetésekre ősszel kvalifikálhatják magukat a legjobbak, de a legfontosabb célt idén is sikerült elérni, hiszen közel 1000 fiatal sportolt és kapott esélyt arra, hogy megszeresse a futást és egészségesebbé váljon.